Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Dércy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház Kultúrpercek magazin műsorát látják. 162. adásunkban tekintsünk vissza az elmúlt hónap kondorosi kötődésű kulturális és sporteseményeire. Az egész világon jelenleg is emelkedő ütemben zajlik a koronavírus járvány. Az esetszámok emelkedése további szigorú intézkedések bevezetésére kényszerítette Magyarország kormányát is. A közép- és felsőfokú oktatási intézmények újra digitális oktatásra tértek át, az egész országban szigorú maszkhasználati és kijárás korlátozó rendeletek születtek. Tilos a gyülekezés, bezártak a kulturális és szabadidős létesítmények, az éttermek pedig csak elvitelre készítenek ételeket. Az egészségügyi és szociális dolgozók erőn felüli teljesítménnyel küzdenek az emberek egészségének megőrzéséért és a betegek gyógyulásáért. Fontos megemlíteni, hogy emellett minden munkahely, a boltok, intézmények, önkormányzatok, közlekedésben és a szolgáltatásokban feladatot ellátó emberek is hónapok óta végeznek megfeszített és felelősségteljes munkát. Ezért mindenkinek köszönettel tartozunk. Fontos, hogy a jövőben is vigyázzunk egymásra, és akkor együtt újra sikerülni fog legyőzni a járványt, és visszatérhetünk a nyugodtabb életünkhöz. Én is köszöntöm a kedves nézőket! A koronavírus járványhelyzet fokozódása miatt az ősz második felében újra online környezetbe költöztek az istentiszteletek. Duska Tibor evangélikus lelkész és Kis Illés baptista lelkipásztor igehirdetései minden vasárnap a Kábel TV-n és a közösségi médiában tekinthetőek meg. A felvételek elkészítésében stábunkat segítve ifjabb Duska Tibor is részt vesz, köszönjük szépen a munkáját! A folytatásban kérem tekintsék meg Duska Tibor lelkész Örök Élet vasárnapján előadott meghatóan szép hangszeres játékát. Ezt követően Kis Adrien és Kis Illés közös dalát, majd pedig a baptista lelkipásztor adventi gondolatait hallgathatják meg. Zengjen hát a hálám neked.
jöttél, hogy megkeres és megmentsél. Zengen hát a hálám neked, zengen hát a hálám a keresztért. Zengen hát a hálám neked, mert te eljöttél, hogy megkeres és megmentsél. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Kultúrpercek nézőit. Én is szeretnék pár gondolatot megosztani így az ünnepi kör advent kapcsán. Hagyj kezdjem egy történettel, amit mostanában olvastam, és nagyon szívhez szólt. Ez a történet egy sebészről szól, akit hajnalban felhívtak telefonon a kórházból egy sürgős esethez. Egy 8 éves kisfiú balesetet szenvedett, és már nagy a vérzés, csak a sebész segíthet rajta, és ezért kérik, hogy fáradjon be mi hamarabb a kórházba, hogy el tudja állítani a vérzést, és meg tudja menteni a kisfiúnak az életét. Úgyhogy az orvos rögtön autóba ugrott, tél volt, ezért éppen hogy csak lekaparta a szélvédőjéről a jeget, éppen annyira, hogy kilásson, és elindult a kórház felé, és úgy gondolta, hogy minden piros lámpánál egy kicsit több jeget kapar le a szélvédőről, hogy azért mégis épségben a kórházba juthasson. Így tett az első piros lámpánál, gyorsan kihajolt, lehúzta oldalt az ablaküveget, és úgy hajolt ki, és kapart egy darabot még a szélvédőről. Aztán, ahogy zöldre váltott a lámpa, kövér gáz nyomott, és indult tovább, hogy mi hamarabb beérhessen a kórházba. Csupán 6-7 kilométerről volt szó, de mégis fontos volt a gyorsaság. A következő piros lámpához érve ugyanezt gondolta, ez volt a terve, hogy ezt fogja tenni. Kihajolt az ablakon, hogy kaparjon egyet a szélvédőjén. Erre azt vette észre, hogy egy nagy marcon a férfi barna kabátban kirángatta őt az autóból, legyűrte a földre, valami elnyűjt zöld kalap volt ezen a férfin, beugrott az autójába, és elhajtott a helyszínről. Először alig bírt magához térni a meglepetéstől a sebész. Talán átfutott az agyán, hogy most rendőrt kéne hívni, hogy valami hasonló dolognak kéne történnie, de aztán eszébe jutott a kisfiú. Úgyhogy taxit hívott, és hát a taxival együtt érkezett be a kórházba. Amint átöltözött, bemosakodott, a műtőbe akart beérkezni, de a műtőből már szóltak neki, hogy sajnos a kisfiú életét elvesztették. Elkésett. Hát nagyon szomorú lett a sebész, hogy akárhogy igyekezett, meg akadályoztatott abban, hogy megmentsen egy életet. És mondták neki, hogy hát a rossz hírt közölnie kéne a szülőkkel, akik már itt vannak a váróteremben egy ideje. El kellene mondanuk nekik, hogy a fiúk nem élte túl a balesetet. Ez talán az orvosnak az egyik legnehezebb feladata, úgy gondolom. És ahogy közeledett a szülőkhöz, látta, hogy az édesanyja nagyon aggódik, az arcát a tenyerébe temeti, és úgy sír, és ott van az édesapa, aki a kezét a vállára teszi, rajta egy barna kabát, és egy elnyűjt zöld kalap. Ez az édesapa annyira igyekezett a kórházba, hogy sajnos a földre gyűrte azt az egyetlen egy embert, aki képes lett volna segíteni a fián. Úgy gondolom, hogy tanulságos lehet ez a történet. Tanulságos lehet, mert sokszor így gyűrjük magunk alá az Úr Jézust. Így mellőzzük az életünkből az Úr Jézust. Rohan az életünk, és a karácsony közelettével érezzük, hogy van egyfajta nyomás rajtunk. Be kell vásárolni mindent. A problémáinkat meg kell oldani, és szinte mi magunk gyártjuk le a problémákat.
Olyan, mintha valami űzne, valami hajtana belülről. Mint hogyha az, arról szólna az élet, hogy az elvárásoknak eleget tegyünk. És közben hibázunk. És csalódunk magunkba. De nem állunk meg. Rohanunk tovább. Keressük a gyógyulást, keressük az értéket ebben az életben, keressük a célokat, és talán sokan az életük végén jönnek rá, hogy valami nagyon mellé ment. Az Úr Jézus pedig hányszor ajánkozott, hányszor kopogtatott, engedj be. De a nagy rohanásban talán pont őt mellőztük. Azt a valakit, aki igazán tudott volna rajtunk segíteni. És én azt szeretném, ezt az üzenetet szeretném átadni, hogy talán most a külső tényezők is egy kicsit arra kényszerítenek bennünket, hogy megálljunk. Ez a járványhelyzet most megállított bennünket. Talán átrendeződik az életünkben az érték. A fontossági sorrendünket átírjuk ezekben a napokban. Megtanulunk értékelni dolgokat. Érdemes lenne egy kicsit megállni, elcsendesedni. Elcsendesedni és imádkozni. Szólítsuk meg az Úr Jézust. Próbáljuk ki, hát ha tud rajtunk segíteni. Én úgy gondolom, hogy ha ezt hittel megtesszük, meg fog változni az életünk. És Adventnek ez a fő üzenete. Állj meg, csendesedj el, és most talán először az életedben igazán várjál rá. Várj, hogy meggyógyítsa az életedet. Gondolos központja idén is karácsonyi díszbe öltözött. Az évek óta jól ismert és megszokott színvonalon a Legendák Földje Alapítvány jóvoltából díszíti a fenyőágakkal körbevont városi szökőkutat, az adventi koszorú, melyeken a négy gyertya is megkapja méltó helyét. A polgármesteri hivatal előtti teret két karácsonyi elem is díszíti. A Derczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak köszönhetően a megújult Betlehemet csodálhatják meg az arra járók. A fénnyel körbevont építmény mellett kapott helyet a város karácsonyfája. A rekordmennyiségű felajánlásból nagy körültekintéssel választotta ki az idei fenyőfát a városvezetés. Ribárszky Péter elmondta, úgy döntöttünk, hogy az idei esztendőben Szappanos Lászlóné és családja által felajánlott 10-12 méter magas, 35 éves gyönyörű fenyőfát állítjuk és díszítjük fel a város főterén, mely Vízkereszt napjáig teljes pompájában hirdeti a karácsony üzenetét. Kondoros polgárai nevében hálásan köszönjük a nagy lelkű felajánlást. Továbbá köszönet illeti a település üzemeltető és szolgáltató non-profit Kft. Munkatársait, akik a fa kivágásában és új helyreállításában vették ki részüket, valamint a Derczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház munkatársait, akiknek kezemunkája az a rengeteg dísz, amely a fára felkerülhetett. Emellett köszönet illeti Varga Andrást, a Vargaszol Kft. Részéről, akinek önkéntes felajánlása révén egy emelőkosaras daruval felkerülhetett a több mint 100 méter hosszú izzósor is. A kondorosi csárda előtti téren melegtakaróval bélelt Mikulás szán előtt két röngből készült rénszarvas várja a gyermekeket, a fotózkodni és nézelődni vágyókat. A település üzemeltető és szolgáltató non-profit Kft. És a Derczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház kreatív munkatársainak köszönhetően ezzel a meglepetés látványelemmel bővült az adventi díszrepertoár. Idén is szerveztek cipősdoboz adománygyűjtést Kondoroson. Városunkban két helyen is lehetőség volt a felajánlások átadására. Egyrészt a kondorosi baptista gyülekezet is helyet biztosított a jótékony tevékenységnek, másrészt a kondorosi Petőfi István általános iskola is gyűjtötte a dobozokat. Az adományok játékot, nem romlandó édességet, apró ruhaneműt, tisztálkodási szereket és bármi olyan kedvességet tartalmazhattak, amellyel szebbé tehették a rászoruló gyermekek karácsonyát. Az elkészült csomagokat a Petőfi István általános iskola az idei utolsó tanítási napon, a baptista gyülekezet pedig karácsonykor jutatja el a gyermekeknek.
Én is köszöntöm a kedves nézőket. 2020-ban a városi adventi gyertyagyújtások is online térbe költöztek. A Legendák Földje Alapítvány szervezésében november 29-én került sor az első alkalomra. A filmben Paluska Zoltán az alapítvány és a szervezők nevében, Vári Ferenc pedig a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete képviseletében mondta el gondolatait. Az ünnepi műsort Rosszik Hella, kondorosi színművésznő és Bodor Tibor szolgáltatta. A második online gyertyagyújtásra december 6-án került sor. Dankó Béla országgyűlési képviselő és Tuska Tibor evangélikus lelkész adventi gondolatai után az ünnepi műsort Petrószky Ligrer Ivett, Oláh Petra és Oláh Zsófia, valamint a kondorosi evangélikus kórus szolgáltatta. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem, segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék, aféle földi király személye. Adjon Isten megváltó, megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat 6 marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki Szerecseny király. Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnyes záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! December 13-án már a harmadik gyertyaláng is meggyulladt a város koszorúján. Herceg Tamás országgyűlési képviselő és Arany Gábor katolikus plébános adventi gondolatai után az ünnepi műsort Zubarez Tibor és az Animáltó Ének Együttes szolgáltatta. Yeah.
A negyedik online gyertyagyújtásra december 20-án került sor, ahol köszöntő Tribárszki Péter, Kondorosváros polgármestere, adventi gondolatokat pedig Kis Illés baptista lelkipásztor mondott. A műsort Horcsák István szavalata, a baptista gyülekezet énekei és az általános iskola kórusa színesítette. A 4 hetes online gyertyagyújtást a Legendák Földje Alapítvány képviseletében Paluska Zoltán gondolatai zárták, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött az adventi filmek elkészítésében. Zelk Zoltán, karácsonyi ének. Nem alszik még kis Jézuska, lágy szalmában fekszik ébren. 3 csillag áll fölötte, mosolyogva fönn az égen. Szól egy csillag 2 társának. Nem megyünk le Jézuskához? Melengessük, hát ha fázik, keljünk útra jászolához. Így beszélnek, jődögélnek, égi útról földi útra. Kis Jézuska jászolához megy a 3 csillag útja. És odalenn, már az ajtón, fűszállal kis báránytérbe, s így szól. E füvecskét hoztam kis Jézuska örömére. S jönnek lepkék édes mézzel, jön a szellő virágporral. Jönnek a 3 királyok, s jönnek pásztorok nagy bottal. Mosolyogna Jézus rájuk, de alszik már, nincsen ébren. 3 pásztor őrzi álmát, 3 csillag fönn az égen. Jönnek messzi földről népek, hoznak nótát, hoznak kincset. Erdő, porszem sugja vélük, megszületett ím a kisded. Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket! A folytatásban kérem tekintsék meg a Déczi Ferenc könyvtár és közösségi ház eseményeivel kapcsolatos beszámolónkat. November közepén Facebook oldalon követői egy nagyon érdekes videót tekinthettek meg, amelyben dr. Demény János háziorvos beszél a koronavírus megelőzéseinek lehetőségeiről életmódváltás által. Hogyan erősítsük meg immunrendszerünket című előadását bárki megtekinteti oldalunkon. Az egyre súlyosbodó járványhelyzet véget az IKST épületben 2020. december 31-ig felfüggesztettünk minden korrepetálást és foglalkozást. Megértésüket köszönjük! Decemberhez közeledve Mikulásváró versek és dalok versenyt hirdettük meg intézményünk közösségi oldalán. Arra kértük a gyerekeket, hogy mondják el kedvenc télapó versüket és énekeljék el legkedvesebb Mikulás dalukat, majd szüleik segítségükkel vegyék fel videóra és küldjék el intézményünknek e-mail címére, illetve Facebookban Messenger üzenetben. Kedves gyerekek, nagy örömmel fogadtuk, hogy ilyen sokan mondtatok verset és énekeltetek a Mikulásnak. Nehéz volt eldönteni, hogy a sok kedves videók közül kik nyerjenek. Mikulásváró versek és dalok versének eredményhirdetése a következő. Első helyezett Horcsák Sára, második helyezett Fűszva Hanna, harmadik helyezett Szekretár Alexa. Külön díjban részesült Antal Gyöngyi. Gratulálunk a nyerteseknek! Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás! Gyere már, minden gyerek vár. Krumpli, cukor, csokoládé, jaj, de jó, de a virgács jó gyereknek nem való. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. Szalai Borbála, mesevilág. Fehér lett a kert, az udvar, fehér lett a nagyvilág. Mesebeli kristályoktól mesések a kerti fák. Csak hogy nem hó hullott rájuk, nem is dél és nem dara. Mesés kertben mesés fák, az varázsolt az udvar. A Déczi Ferenc könyvtár és közösségi ház, valamint a település üzemeltető és szolgáltató közhasznú non-profit Kft. Dolgozói november végén elkészítették Kondorosváros betlehemét. A betlehem a karácsony szimbóluma. Fontos szempont volt számunkra, hogy életmű betlehemi díszlet kerüljön a város főterére. Embernagyságúak a királyok és élethűek a bárányok. Az idejében is felállításra került a város karácsonyfája. A gyönyörű fenyőt Szapanos Lászlóné és családja ajánlotta fel Kondoros városának. Köszönjük a felajánlást! Munkatársaink több mint 100 különböző méretű hungarocel gömböt csomagoltak és egyedileg díszítettek.
Mindenki megcsodálhatja az aranypompában tündöklő karácsonyfát. December elején megérkezett a télapos szánya rénszarvasaival együtt a kondorosi csárda melletti térre, amit a kondorosi település üzemeltető és szolgáltató közhasznú non-profit Kft. Készített, és a DFKKH dolgozói öltöztettek ünnepi köntösbe. Nagyon értékes adomány érkezett könyvtárunkba. Heténi Attila, egykor Kondoroson élő teológus professzor ajánlotta fel Kondacs Pál két szlovák nyelvű verseskötetének egy-egy példányát a kondorosi városi könyvtár számára. Kondacs Pál kondoros szülötte. Szülőfalujára máig szeretettel emlékezik, aminek nyomai 7 évtized után is előbukkannak költeményeiből. Az adományozott, aki gyermekkorának 10 kedves emlékű évét maga is Kondoroson töltötte, a szerző iránti baráti szeretet és megbecsülés mellett a helység iránti tisztelet indította e kötetek felajánlására. Köszönjük az adományt! Karácsonyhoz közeledve egyedi kézműves díszeket, ajándékokat kezdtünk el alkotni. Fontos szempont volt számunkra, hogy mind újrahasznosított anyagokból készüljenek el. A már leselejtezett könyveket ünnepi pompában díszítjük, amely kiváló ajándék lehet az ünnepekre. December elején a járványra való tekintettel ismét online kézműves foglalkozást szerveztünk intézményünkben. Ez alkalommal papírból készítettünk Mikulást, ecsetcsomagokat állítottunk össze, amelyeket ingyen vehettek át előre egyeztetett időpontban az alkotni vágyok. Köszönjük mindenkinek a sok beküldött fotót az elkészült télapókról. Egy jó könyv remek társ lehet a hideg téli estéken. Ehhez mi is hozzájárulunk. Közösségi oldalunkon kiemeltük azokat a könyveket felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, amelyek karácsonyi témában íródtak. A dokumentumok a korábban már említett szabályok szerint kölcsönözhetőek. Karácsonyra hangolódva kreatív munkatársaink ünnepi díszbe öltöztették az intézményünket. Hóembert készítettünk könyvekből, és felállítottuk az intézmény karácsonyfáját is. December közepén ismét online kézműves foglalkozást szerveztünk. Ez alkalommal adventi dekorációkat készítettünk. Papírból vicces hóembert és egy karácsonyi háromdimenziós üdvözlőlapot. Az egységcsomagokat karácsony előtt osztottuk ki. Kedves könyvtárlátogatók, az intézményünk 2020. december 23-ától 2021. január 3-áig zárva tart. Az új évben, január 4-én 8 órakor nyitunk újra. Megértésüket köszönjük! Karácsonykor az ember mindig hisz a csodában. Nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség. Amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni. Márai Sándor gondolataival kívánnak a Dércy Ferenc könyvtár és közösségi ház dolgozói áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet mindenkinek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Idén a koronavírus járvány miatt az általános iskola karácsonyi hangversenye és nyilvános műsorai is elmaradnak. Azért, hogy mégsem maradjunk ünnepi előadás nélkül, a második osztályos gyerekek és Honyec névi Gibolya tanítónő egy kedves karácsonyi műsorral készülnek, amit a helyi Kábel TV-n és az iskola közösségi oldalán karácsonykor lehet majd megtekinteni. Pillantsunk be a főpróbára, tekintsünk meg egy rövid részletet a készülőfilmből. Szia, Panna vagyok. Szeretnék kívánni valamit. Azt kívánom, hogy legyen egy nagymamám, és legyen egy nagy karácsonyfája, és alatta sok-sok ajándék, köztük egy baba. Azt szeretnék a legjobban. Thank you.
hogy éjjel nézel ránk, ezredszer is tégy velünk csodát. A leghosszabbik éjszakán elindulunk a fény után, és karácsony lesz egész éven át. Nagy volt az izgalom a Kondorosi Csárda házatáján az elmúlt napokban, hiszen Kocsondi Ádám mestervizsgájára készült. Sokan kísérték figyelemmel, hogy miként készülnek az aprólékos és egyszerűnek egyáltalán nem mondható ételcsodák. 2020. november 28-án a Kondorosi Csárda dolgozói egy csapatként drukkolva várták a hívást, ami kisvártatva meg is érkezett. Kocsondi Ádám sikeres mestervizsgát tett. Ezúton gratulálunk városunk legújabb mesterszakácsának a rangos cím eléréséhez. Kondorosi sikerek születtek a regionális országos úszóbajnokságon. A december 4-e és 6-a között Debrecenben megrendezett gyermek regionális országos bajnokság Észak-Alföldi régió versenyén Müle Dániel 100 méter hátúszásban ezüstérmet, 100 méter pillangó és 100 méter gyorsúszásban pedig bronzérmet szerzett. Müle Balázs 100 méter és 200 méter pillangó úszásban is bronzérmes lett. Gratulálunk városunk fiatal sportolóinak a gyomaendrődi invíciós úszó szakosztály színeiben elért szép eredményekhez. Településünk Kossuth Díjas díszpolgára Kepenyes Pál december hónapban ünnepelte 94. születésnapját. Kondorosváros önkormányzata, a Legendák Földje Alapítvány és a Kultúrpercek műsor nézői és készítői nevében további jó egészséget és alkotó munkásságot kívánunk. A mai adásunk ezzel véget ért. Áldott adventi várakozást, jó egészséget, a betegeknek pedig mielőbbi felépülést kívánunk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! Boldog karácsonyt, viszontlátásra!